Dél-Trek Daliás. Vajon miért jön a faluba? Talán feleséget keres. Én ugyan nem mennék hozzá. Bolond vagy te, Darjonka? Nincs ez a lány, aki ne szeretne utcánél lenni. Gyöngyös, gyémántos szép ruhákat viselni. Száz termes tündöklő szép palotába lakni. Főz és mosás helyett csillogó bálokba járni. Egész életedben, biztonságban és kényelemben élni. Ti tudjátok, én inkább elmegyek áfonyát szedni. Lássam, hogyan élnek az emberek a birodalmamban. Járuljatok olyan felséges színe elé. Nos, beszéljünk először az adóról. Felség, ebben az évben már háromszor szedted be az adót. Nocsak, elfelejtettem. Akkor beszéljünk a szörnyekről. Felség, parancsára a lakosságot fenyegető szörnyeket a hegyeken túlra üzték. Helyes. Akkor beszéljünk az ebédemről. Felség, a falu népe már várja óhajtásodat. Készítsük a kaviáros blinit, szoljankát és borcsot. Délszint stroganoffhoz-ra illatos gombafásztéktorttal és pirostival. És végül orosz fénytortát és ámuzsos tudótortát. Amíg elkészülnek, szundítok egy keveset. Fárasztó foglalkosság az uralkodás. Erre kegyeskedjen, felséged megvetette magát uralkodás. Éve, mindenkit jól lakhatnék birodalom szerte. Kérne csak a cár meg engem. Szülne fonna gyors kezem. Új ruhával a cárnépét ellátnám bőségesen. Kérne csak a cár meg engem. Esztendő sem telne bele. Aranyhő kisfiút ringatatna kedvesem. Még hogy a kedvesem. Kérülve lehetne az én kedvesem is. Vagy az enyém. Ajta zsengeszál virágot, légy te a cárné, azt kívánok, és mire délre szállok, szülj egy vasgyogó fiú. Hívjátok a papot, mi ma megtartjuk az esküvőt. Egy éve már, hogy növekszik az a répa a haribalról. Én
Végtelenül aggódok emiatt az íja miatt, Máriuska. Bizony, én is égtelenül aggódom. Sápadt is, sovány is, s hány jár belé a lélek? Azt mondom, alig, hanem a leány van a dologban. Hány nap a dobozban? Akkor azt mondom én egy kuván, hogy jöjj be abba a dobozba. Elhallgassatok, naplopó! Íja elvesztette még azt a három pihetollát is, ami a nagyanyjától maradt rá. Az volt az egyetlen emléke. Azért bántódik annyira. Meghívott ez a legény, baráti kis pélyéket keres? Ahol annyi láttapos, biztosan beletiporták a sárba. Az bizony hiába keresi. Az emléket fejében tartja az ember, vagy más biztonságos tudom, nem a sapkájába tűzve. Ne is kérdezz, Mášenka. Alig lett vége a fényes lakodalomnak, a cárevésnek sürgősen háborúba kellett indulnia. És míg ő hadaival győzelmet győzelemre halmozott, hírnak érkezett otthonról, de öröm helyett jól mit hozott. A cárnénak még hadban jártunk, gyermeke született. Csak hogy nem az aranyhajú fiú, ahogy ő ígérte, helyette egy tornszőn szülött félig kutya, félig béka, mint a bölcsőben léphatott. Ő felsége a hírt halván oly nagy haragra lobbant, hogy kiadta a parancsot. Zárják hordó belsébe, s vessék víz legmélyre a cárnét és a fattyút. Iván Cárevics! Mi történt másával? Leghatalmasabb voltam a világon, és most a legboldogtalanabb vagyok. Különös, de elég egyetlen embernek szembeszállni egy kegyetlen parancsal ahhoz, hogy mindenki, azok is, akik végrehajtották, még az is, aki kiadta, észrevegye, mennyire kegyetlen. Csoda Isten, zörgetem! Morgok, szörnyűségesen! Sötét szálú fellegek! Kísérik a léptemet! Mindened az enyém lesz! Széttéptek, ha nem adod! Széttéptek, ha nem adod! A baba jaga! Bizony én, a végtelen orosz cseppék és rengeteg orosz erdő félelmetes boszorkája. Rucika, elfelejtettem a szemegyemet. Ha csak azt felejtetted volna, hogy a oktondi vasorló! Miért? Még mit felejtettem el? Becsukni a kunyom ajtaját? Ez megvan. Magammal hozni a bevásárló listát? Egy gránátalma, két tucat ásviskígyó tojás. Ez is megvan, szabad a gazda. Ó-ó, Ivánuska, szánom bánom, elhasadt a pillanatárom. Vagyis nem. Szóval, bocsika, nem volt szép dolog tőlem az a butamica azzal a kutyabékával. Mit fecsegez itt össze-vissza? Azt hittem, jó tépa lesz, de nem csak felültél egy álhének, hanem úgy beugrottál, hogy a szolgáit egy nyikkanás nélkül hordóba zárták az aranyhajú kisfiadat és a feleségedet. Micsoda? Nyugi! A baba jaga soha senkinek nem engedelmeskedik. Kialáztam a mását és a babácskát. Felséges férjem, íme a gyermekünk. Másenka, meg tudsz nekem bocsátani?